Best of Orbán Viktor. Győztünk. Én a Fradira fogadtam. Hajrá, Fradi. Köszönöm a válaszát előre is. Köszönöm szépen, képviselő. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Tudhatom, e tekintetben nyugodtan aludhat. Nincs köztük kövér, az a halálom. Bocakos tábornok a felőben, hát jól néztek ki nagyon. Nem értettem a kérdést, szabad megismételni? Hoppá! Na hello, Röfik! Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Én is azt kell mondjam, hogy szexista megjegyzéseket nem szívesen fogadja az ember, de hát ilyen időket élünk. Vérem vagy? Vérem vagy? Ja, na, mondjad! Egy vérem! Hát ez egy vérem! Azt magához jöttem! Mi is szeretjük a jó futballt, de az kell jó futballista. Bármosan az egyiptomi elnök, megbeszélem vele. Na hát a közösek közül nincsen normális tárgyalóképes ember, egyetlen ember van a közösek közül, akit én ismerek. Akit komolyan kell venni, ha az ember tárgyal, mert az próbálja teszi a képességét, az a Gyurcsány nevű ember. Az összes többi az komolytalan. Önök benne ülnek egy nagy vállalkozó zsebében. Önök a Jobbikból, egy nemzeti radikális pártból egy csicska pártot csináltak, de ez az önök problémája, amit önöknek kell megoldani. Hát gondolni, szoktam erre gondolni, de nem hiszem, hogy ez bekövetkezhet. Meg tud esetleg nevezni olyan minisztert, aki az előző kormányának tagja volt, aki biztosan a kormánynak a tagja maradhat? Meg tudnék, de nem akarok. A szocialista, náci koalíció politikusai inkább komédiásoknak tűnnek, mint politikai vezetőknek. Tisztelt országgyűlés! Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársam, 26 alkalommal vitáztunk itt. Látom, most pótvizsgára jelentkezik, megfontoljuk. Köszönöm szépen. Is there any question? No? A magyar kormány politikája Németországgal szemben bármilyen módon változni fog-e? Amint megtudjuk, mi Németország politikája, rögtön tudunk válaszolni erre a kérdésre. Már próbálgatják a közös szerelést is. Az eredmény még fele más, egészen avantgárd kombinációkat láthatunk. Alul kisnyilas gatya, fölül vörös mellény, rajta szivárvány színű kitűző. Megértettem, hogy Fazekas miniszter úr kerüli önt, ezt ön sérelmezi. Sőt, nehezte rá, de ez nem ok arra, hogy leváltsam. Köszönöm megtisztelő figyelmét. Jelentem az állomány, ebben a pillanatban a vacsorát hajtja végre, utána pedig folytatjuk a kijelölt feladatot. Jó étvágyat kívánok! Egyenek! A baj van, jönni kell. De ezt nem úgy mondják, hogy egyszer katona, mindig katona, nem? Itt tűzoltok? És most énekeljük el a Kossuth nótát! Kossuth Lajos azt üzente. Orbán Viktor vagyok, kezdjük csókolom. Jó napot kívánok, Horváth Béláné vagyok. Én csak azért hívtam önt, hogy békés, boldog és örömteli karácsonyi ünnepeket kívánok önnek és kedves családjának. Hálás vagyok, mert itt ez, tudja, ez ilyen keresztre feszítős műsor, ahol leginkább dühös emberek szoktak telefonálni. Ez a politok? Milyen könyveket vannak? Mert gyerekkoromban arra emlékszem, hogyha leültem a nagyapám helyére véletlenül, tehát kaptam egy taslit az apámtól, hogy onnan... Gyerek! De gyerek! Aki azt mondta, hogy ne bújjak tarlós főpolgármester szoknyája mögé, hogy nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni. Fábián Tamás vagyok az Indextől, hogyha megengedi, akkor nem egybe tenném fel a kérdéseket, talán önnek is könnyebb így válaszolni. Az első kérdésem, hogy a napokban... Az bízza rám, igen. Most a mi unokánk még kicsi egyelőre, Jánosnak hívják. Most még Kukorica Jancsi, de reméljük, hogy János vitéz lesz belőle. Miniszterelnök úr, egy nagyon rövid kérdést szeretnénk feltenni. Ön kire szavazna, akkor most tegyük tiszta vizet a pohárba, Trumpra vagy Clintonra? Hát én magyar állampolgár vagyok. Hogy olyan, hogy liberális nincs is. A liberális nem más, mint diplomás kommunista. Milyen tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársam, boldog karácsonyt kívánok!